Na, a mai adásban ez nem az, aminek látszik. És de pont az. Ez... Na mindjárt megértek, hogy ez miért van nálam. Igazából ameddig küzdünk az elemekkel, vagyis a szomszéd küzd az elemekkel, addig egész nyugodtan lehetünk egy kis dinnyét. Azt nem azt tűz lehesse. Egyetek dinnyét, a dinnye az kurva jó különnyelme. És nem is ízla, nézd már rá. Ki ne szeretné a kürtős kalácsot, ugye? És mivel nyár van, ki ne szeretné a fagyit? Na már most valakinek eszébe jutott az, hogy jó lenne ezt a kettőt összekombinálni. Alatt a kürtős kalács, alatt a fagylalt. Fagylaltot belebasszuk a kürtős kalácsba, és mindenki happy. Ugye? Hát kurvára nem. Történt ugyanis, hogy eszünkbe jutott, hogy eszünk már egy ilyen fasz a kürtős és fagyisos megoldást. És ezért igazából, mivel Békés Csabán tudomásunk szerint nincs ilyen, ezért átmentünk Békésre, ahol viszont tudomásunk szerint van. Na már most ott szembesültünk azzal, hogy kurvára nem volt, és igazából azt tudták megmondani, hogy mikor lesz. Na de velem nem basznak ki. Miből is áll egy ilyen kürtősös fagylalt, vagy fagyis kürtős, vagy fagylaltal töltött kürtős? Ez a fagyis kürtősös, tudja az Isten, hogy mi a faszom. Igazából két dolog kell hozzá. Kürtős kalács, meg fagylalt. Ennyire egyszerű, ja? Egy kicsit felturboztuk. Úgyhogy ez lesz az első homemade adásom. Lett olyan körülbelül 6000 kalória per adag. De kurva jó volt. Egy esetben ajánlom, ha cukormérgezést akarsz kapni. Nézzük, hogy készült. Sem ajánlom kipróbálni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Itt fel tudsz iratkozni a csatornámra, itt pedig meg tudod nézni a vlogom első részét. Kommentelni lent tudsz, és kommentelj. Illetve kövess Facebookon is, azt is szintén lent megtalálod a leírásban.